Szép jó estét mindenkinek, ez itt a HCV Underground. A mai epizódban a tag team bajnokok az új generációval néznek farkas szemet, akik ezúttal szokatlan felállásban állnak ki ellenük. Így van, Boldó Brown és Tilnyi Péter párosítása talán jobb lesz, mint hogyha itt lenne Justin, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy sikerül-e feladni a leckét az öregeknek. Ez amúgy ez fontos. Bizonyítsunk. És úgy fogunk bizonyítani, hogy te most szépen figyelsz rám, és azt csinálod, amit én mondok. Ja, nyugi. Már megvan fejben az egész meccs. Mi van meg fejben pedig? Hát, a meccs, hogy mit csinálunk, meg... Nem emlékszel az áttörésre? Nincs meg? Nincs meg, mit csináltál? A med már rég bajnok lehetne, de nem csinálod azt, amit. És az övek nálunk lehetnének. Ja, mégis megmondanád, hogy amúgy mi bajotok van velem? Azt, hogy lázadsz ellenünk, Peti! Szóval te lázadásnak veszed azt, hogy én vagyok az egyetlen a csapatban, aki végre kivívja a tiszteletet, ki elpusztítja sorra a mestereit. És hidd el, jobb vagyok testvérnek, mint ellenségnek. És uraim, ez itt még mindig Magyarország egyetlen heti rendszerességű pro wrestling műsora, a HCV Underground! Ma este egy tag team mérkőzést láthattok tőlem balra, az új generáció képviseletében, Tihanyi Péter és Boldó Brown, The New Generation! Velük szemben pedig a jelenlegi tag team bajnokok, hölgyeim és uraim, Renegade Nitro, a Budapest Bastards! Rangadó feeling itt a HCV Undergroundon, ahogy a HCV tag team bajnokai Nitro és Renegade ezúttal egy új felállású, új generáció ellen készülnek megmérkőzni. De van egy érdekes kis pikantériája, ugyanis már egy jó ideje húzódik némi ellentét az igazgató úr és a New Generation között, már több mint egy éve. Viszont, ami roppantul érdekes, Boldó Brown és Tihanyi Péter között is mintha húzódna valamiféle ellentét. A bevonulás közben is már fura pillantásokat vetettek egymásra. És Boldó is egyenesen azt mutatta Tihanyinak, hogy ő kezdi a mérkőzést. Tihanyi, menjünk ki a helyére! Tihanyi Péter pedig beváltja magát! És az új generáció rögtön egy vitával indít! Ez olyan, mint a, nem tudom, két kis kakas próbálnak küzdeni a... Ez egyértelműen hierarchia probléma, úgy látom a New Generation-nél, hogy kiáll följebb a ranglétrán. Tihanyi Péter ugye megpróbálja a saját útját járni, és ez nincsen kimondottan a többi tag ínyére, Justin Wilddal már összekülönbözött egyszer-kétszer a múltban, most viszont Tihanyi Péter, tehát a gyorsabb ember kezdi a mérkőzést Nitroval. Azt akartam még mondani, hogy papíron ez a Tihanyi Boldó tag team nagyon jól néz ki. Boldóban megvan az erő, Tihanyiban megvan a gyorsaság. De hogyha nincs meg közöttük az összhang, akkor a Bastard szét fogja őket szedni. Így van. Az egy biztos, hogy itt is a tapasztalat az a Bastards oldalán áll, és kíméletlenül ki fogják használni bármilyen kis megingást a két fiatal részéről. Kétszeres hátszínű bajnok a Budapest Bastardsban. Tihanyi Péter viszont most beválthatná Boldó Brown-t, hogyha akarná, de vajon megteszi-e? Beleszalad! Renegade hatalmas lendülettel nyit, aztán visszaváltja a Nitro-t. Erről beszéltem, a Bastards nem fog kegyelmezni, hogyha az új generáció egymás ellen fordul.
Bodo Brown bejön a ringbe kéretlenül! Egy dupla flapjack-kel! Tiait is méltóképpen köszöntik! Hatalmas dupla csípődobás! És egy legdrop most Nightrow-tól! Amit Renegade egy térdessel követ! Kidroppal, dushelyzet! Csak egy! Azt gondolom, hogy Nightrow és a Renegade már kiszagolták ezt a kis szakadékot Tianyi és Boldó között, és ez olyan, mint amikor a cápa vérszagot kap. És biztos vagyok benne, hogy Renegade és Nightrow nagyon örülnének neki, hogyha ők lennének azok, akik még tovább tudják növelni ezt a rést, akik még inkább éket tudnak verni az új generáció tagjai közé. Hoppá. És most Boldó beváltja magát! Nightrow még nem is tud erről! Most viszont már igen, ahogy Boldó hátba támadja! Most egy pillanatra egy jól olajozott gépként működött a két fiatal. Igen. És most Tianyi és Boldó talán félreteszik ezeket az ellentéteket, bármi is legyen az okuk. Nightrow hatalmas becsapódás, és ott a rúgás, Boldó tisra megy! Kettő! Mert az viszont vitathatatlan, hogyha Boldó és Tianyi össze tudnak dolgozni, akkor ez tényleg egy félelmetes és halálos alakulat. Nagyon jól kiegészítenék egymást, hogyha nincs ez az ellentét. És az az első olyan váltás, amit Boldó és Tianyi teljes egyetértésben hoznak meg a mérkőzésen. Brutális csap Tianyitól! Igen, erről híres Tihanyi Péter, hogy nem hinnék az alkatából, hogy de ígyétek el, ez ő! És nincs helyzet! Csak egy volt. Tehát csak az összes csap, amit valaha kaptam, a legrosszabb, az a Tihanyi Péteré volt. Nyomot hagy Nightrow melkasán, és most a földön kínozza gyötri őt Tihanyi Péter, Renegade pedig türelmetlenül föl alá járkál a ring peremén, és biztatja a csapattársát. Nightrow bal karján dolgozik Tianyi. A közönség megpróbálja visszatapsolni Nightrow-t ebbe a mérkőzésbe. Nightrow-nak most már fontos lenne, hogyha el tudna jutni a csapattársáig. Mindent meg is tesz ezért. Viszont Tianyi visszaküldi a saját ringsarkukba. Így van, hogyha működik a párosuk, akkor dominálják a mérkőzést. Taktikájuk nem túlzottan fair vagy szép, de rendkívül hatékony. Kihasználták a számolást, ugye 5-ig szabad 2-1 ellen dolgozni, de most Nightrow is egy csoppal jelentkezik. Boldó viszont hatalmas elementáris body slammel. Plusz helyzet, 2. Egyszerű manőver, de micsoda becsapódás. Boldó Brown megmutatta, hogy body slam és body slam között is hatalmas különbségek lehetnek. És újabb váltás Tianyival, az a kezdeti... Visszáj, úgy látszik a múlt éve, a Szentgon! Tianyi leüti Renegédet! Tianyi tusra megy! 2! És most mutatja Tianyi és Boldó, hogy milyen az, amikor összedolgoznak. És bizony ez még a tag team bajnokoknak is nagy feladat lehet. De vajon kitart-e ez az összhang a mérkőzés végéig? Igen, az... Ne felejtsük el, hogy ők már évek óta együtt edzenek, de... És Boldó a bíró háta mögött tapossa Nightrow-t! 2! Csak 2 még mindig. Tehát ne felejtsük el, hogy ők már ismerik egymást 5-6-7 éve és együtt edzenek. Tehát azt gondolnánk, hogy hát csak most állt össze ez a tag team, nem. Ismerik egymást és nagyon jól tudnak együtt dolgozni. Viszont Renegade és Nightrow is rengeteg ideje ismerik egymást. Két rendkívül összeszokott ember lehet, ha nem is tag teamként, gondolom ezt most Boldóra és Tianyira, de tényleg, ahogy te is mondtad, mint emberek. Boldó a sarkukba kényszeríti Nightrow-t, és újabb csap Nightrow-nak holnap lila lesz a melkasa. Ebben viszont most Boldó beleszaladt. Nightrow mozgósítja az energia tartalékait.
hogy valahogyan eljusson a Renegade-hez! Egyelőre még! Te a Renegade-et! De a bíró ti annyival van elfoglalva! Renegade ráveti magát most Boldóra! És a bíró most kizavarja a Renegade-et, a bíró nem látta a váltást! Hihetetlen erélyes módon Christian bíró kiküldi Renegade-et, aki nem érti az egészet! Gyönyörű volt! Miért viszálykodni, hogyha ilyen szinten brilliáns manőverekre vagyunk képesek? Talán Boldónak is, Tiennyinek is ez jár most a fejében, hogy itt van valami... Megkontrázta, de Nitro nem találja egy pillanatra a saját ring sarkát. Megvolt a DDT, kiér el előbb a sarkába. Boldó is vonszolja magát, Nitro is vonszolja magát. Boldó beváltja Tianyit, és Tianyi utol éri Nitrót. A Zenzuguri mellé. Nem jött be a Zenzuguri, nem jött be, fel volt rá készülve. A bookfence megvallja a Renegade! Ott van az a váltás! Ott van az a váltás, amit nem kellett! És a Renegade most elszabadul, mint az őrült, aki letépte a ráncát. Ott van a Big Boot. Elkapja Tianyit. És jött a Fall of Islam. Úgy bizony. Renegade egészen friss, és ezt most kihasználják. Szétszedi a fiatalokat. Alig várja, hogy Tianyi talpra kászálódjon. Renegade! Megint volt a parádó! Azt hiszem, ezt nevezik Interceptionnek! Tisztelt 2! Hát ez azért közel volt. Kicsit már hihetetlen. Ők maguk sem ízik el, hogy minden, amit megtesznek, egyszerűen nem működik, és még mindig ki tud rúgni Renegade. Megvan a váltás, és Boldó kiíri magát be a ringbe. Ugye ne felejtsük el, hogy Boldó Brown tavaly hátba támadta a Renegade-et, amikor beállt az új generációba. Ez egy régi viszály közöttük. Nitro viszont jön megmenteni a csapattársát. És Renegade rávágja Boldót a kötelekre. Érkezhet Nitro. És megvan neki! Backbreaker! Követve a rúgással! És ez most Ushizen! Ott van Nitro Boldon! De Tianyi odaér! Azt a mindenit, micsoda mérkőzés! És most kidobja, hogy ne zavarjon már több vizet, Péter! Renegade még utána is köp Tianyinak! És most Boldó ott maradt a Bastards-szel a ringben. Itt lehet a meccs vége, de Tianyi lehúzza a felső kötelet. De Nitro nem esik még ki. Tianyi lerúgja a Renegade-et, Nitro visszajönne a ringbe. Boldó már vár rá. Oho. Betalál Nitro-nak, Nitro nagyon ennek az helyzetben! Vége. Itt lehet a vége! Snap! És most ott van Nitro! Ott van a szorításban, Boldó Renegade útjában! És így törik meg ez a submission mozdulat! És Boldó Brown most Tianyinak mondja azt, hogy véletlen volt, és Tianyi rettentően dühös arccal mered rá. Tianyi nem hiszi, hogy ez véletlen lett volna. És betalál Renegade a Vesco kickkel. Boldónak vége.
és talán ti annyira is, ha föl tudják emelni. Fönt van! Most lent! A Pascal Zsőz! Hölgyeim és uraim! A mérkőzés győztesei! Nitro és Renegade! A Budapest Bastard! És ugye mi volt a kulcs? Tihanyi Péter egy submission fogásban tartotta Nitrót, amikor Renegade rálökte Boldó Brown-t. És Tihanyi Péter nem hitte el, hogy ez véletlen volt. Tihanyi Péter úgy gondolta, hogy Boldó Brown szándékosan esett rá. Minden egyes alkalommal el vagyok képedve. Ezek a srácok tehetségesek, és tudnának együtt dolgozni, de ez az átkozott kakaskodás, hogy nem tudják eldönteni, hogy ki itt az alfa meg a béta. Srácok, lehetne ez egy szépen működő csapat is, ami köztetek van, az viszont nevetséges. Majdnem megvolt. Nagyon kicsi múlott. Ez nem kicsi múlt, Peti. Ez egyedül egy dolgom múlott. És az egyedül te voltál. A Budapest Bastards most ismét bebizonyította, hogy miért ők a tag team bajnokok. Igazán férfiasan helytáltak a fiúk ellen, és egy igazán tökös bunyót láthattunk a mai estén, viszont eléggé meglettetek most, hát hogy is mondjam, feladták nektek a leckét ezek a taknyosok, mondhatom így? Így van, de a mai estén azt hiszem, hogy véglegesen bizonyítottuk, hogy ez a két birkózó mára egy csapat. Március 23. Jöhet a vendetta, jöhet az újabb kihívás, a Bastards készen áll. Árulás, bosszú, revancs. Március 23-án a Sólyon és a kígyóharca mellett több ragadozó is beférkőzik a HCV arénájába. Vendetta a Halasi Olivér sportcsarnokban. Jegyek kaphatók az eventünkben.